inspiráció. Köszönjük szépen! Nagyon megtisztelő ennyi gondolat között szerepelni, és legalább ennyire örömteli az, hogy a Kontúr Egyesület a Safe City témában itt szerepelhet. Alapvetően a Kontúr Egyesület egy civil szervezet, ami a Hős utcában hátrányos helyzetű és inger szegény környezetben élő gyerekeknek és fiataloknak nyújt tartalmas, készségfejlesztő foglalkozásokat, és emellett a helyi közösség érdekében érvényesítő szerepében is szerepet vállalunk. Ami azért fontos, mert ugye a Hős utca egy lassan mindenki számára ismert, gyakorlatilag szegregálódó terület Budapesten, és hoztam egy apró globális kitekintést, amit elvileg sikerülni fogok megmutatni. Bocsánat, így úgy tűnik, hogy csak én múltam eddig ezzel az eszközzel. Ma nem végben látogatunk el, amit a Levente sajnos már előtte ezt a lehetőséget, de alapvetően ugye arról beszélünk, hogy egy alapvetően 2010-es évek elejére egy 40 év alatt politikai és társadalmi ignorációból kifolyólag létrejött egy olyan helyzet, ami egy teljesen marginalizált csoportosulást, közösséget hozott létre, de alapvetően, hogyha valaki belátogatott, akkor egyébként egy vidám társadalmat talált, akik megpróbáltak minden négyzetmétert kihasználni a köztereiken, a piacokon, nyilvánvalóan az ő közösségeiknek is termékeit megtalálhattak, de összességében azért fontos ez az egész kérdés, mert van még is egy no-go zónaként szerepel a több közszulatban, miközben alapvetően erre az egész kérdés egy perceived, egy érzett félelemről van szó, és sok szempontból olyan helyeken is alapvetően félünk, ahol egyébként erre semmi okunk nem lenne. És akkor, hogyha ugye a Levente elmondta, hogy valamelyikben milyen innovatív lehetőség zajlott, és hogy azóta alapvetően egy nagyon különleges tanulmányi lehetőség, itt van nekünk a Hős utca, ami nyilvánvalóan egy teljesen másik lépték és egy sokkal kisebb terület, hogy gyakorlatilag két háztömbről van szó, viszont például a szemétkérdés nem megoldása, vagy hogy az önkormány vagyonkezelő kikapcsolta a világ közvilágítás különböző közös költségviták okán, nyilvánvalóan egy tökéletes táptalajt teremt arra, hogy ez a terület ez egy még inkább szegregáltunként, és amolyan tulajdonképpen előbb-utóbb Budapesten egy szitokszóként szerepelni a köztudatban. Ugyanakkor viszont nyilvánvalóan nélkülözhetetlen, és itt a többi szervezet kapcsán is a közösség szó szerepel, és ugye Levente is elmondta, nagyon fontos ugye az átvezetés során, nagyon fontos, hogy a közösségekről úgy beszéljünk, az, hogy megismerjük egymást akár a köztereken, akár a városban, tudjuk azt, hogy alapvetően mindenki ugyanolyan, és ugyanolyan megy, ahol mindannyian szeretnénk. A Kontúr Egyesületet érdekli alapvetően a tértervezés, és főleg a közösségfejlesztésen belül térfejlesztés, de egyébként elsősorban kisközösség és csoportosulásokon belüli tevékenységet folytatunk, és egyik legfontosabb alapvetően zászlós hajunk az a városi séták és a városban kimozdulós programok. Ezek között szerepelnek múzeumpedagógusok által vezényelt múzeumlátogatások, kiállításlátogatások, a méltán népszerű porcsajázás például, de akárcsak egy kirándulás, hegymászás és bármilyen kikapcsolódás egyébként, hogy általános környezettől eltérő és a stimuláló környezetben szerepel, tehát alapvetően a gyerekek és fiatalok tapasztalatszerzései a városban, normákhoz való igazolás és az ő saját belső közösségük is fejlődik. És ez ugye nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egymást sokkal jobban megismerve, sokkal inkább szimbiózisban létezzünk. Ugyanakkor nagyon sok tevékenység az a közösségi térben zajlott, ez egy lakás a Hős utcában, amit az önkormányzattól bírált az Egyesület, amit alapvetően május elejétől már felmondott szerződés szerint mi nem használhatunk. Ez azért fontos, mert lehet, hogy nyáron ez egyébként különösen sarkalak, hogy kimozduljunk a városba, ugyanakkor viszont egyrészt ez egy költségigényes és erőforrásigényes, időben is igényes folyamat, másrészt pedig nem ilyen időjárás, mert akárcsak most kinézünk az utcára, már nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás, vagy legfizetlenebb helyzet, amit lehet tenni. Tulajdonképpen tehát ezzel olyan helyeken, ahol egyébként is szűkek a terek, további tereket veszünk el a közösségek. Ez pedig azért fontos, mert ahogy eddig már többször is említette, igazából a város és a biztonság érzete nem fog úgy működni, hogyha egymást nem ismerjük meg, és a közösségek alapvetően nincsenek tisztában egymással,
az például kiderült a Bence elmondásából is, hogy változó kihívásokkal és változó körülményekkel szembesülünk, minden évben újra alakulnak a helyzetek, és alapvetően, bár sok kihívás, már látunk sokat, még nem is, és akkor fogunk tudni ezekkel reagálni és ezeket megoldani, és egy közös és biztonságos város létrehozni, hogyha a szociális fenntartatóság ennek megfelelő terepeit képezi. Köszönöm szépen!